A Várfok Galéria idén novemberben ünnepli 26. születésnapját. Ahogy ez a jeles dátum is mutatja, az egyik első kortárs magánalapítású galériában vagyunk Budapesten. A Várfok Galéria közvetlenül a rendszerváltás után nyitotta meg kapuit 1990-ben, és azóta is itt a Várfok utcában hirdetjük a kortárs művészetet. Két termünk van, az egyik, ahol jelenleg is állunk, a nagy Várfok Galéria, a másik pedig az út túloldalán egy kisebb tér, amely 2012 óta Projektrum nevet viseli, ott alapult meg konkrétan még 90-ben az eredeti kicsi Várfok Galéria, és hát a harmadik helyszín az az utcán látható Galéria 19, ugyanis a Várfok utcának a jobb oldalát 19 fa szegélyezi, és azok körül a környezet szépítésére, és azért, hogy az emberekhez kicsit közelebb hozzuk a kortárs művészetet, speciális védőkordonokat helyeztünk, amelyeken a látogatók időről időre megújulva újabb kiállításokat láthatnak, műalkotások reprodukcióit izgalmas szövegekkel, úgyhogy érdemes ott is elidőzni. Mi most jelenleg itt a Várfok Galériában, hogyha körbe tekintünk, akkor Hollós Ádámnak a képeit láthatjuk. Hollós Ádám, ő az állandó művészkörünknek az egyik tagja, az egyik legfiatalabb művészünk. 2011-ben diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, és már ekkor kapcsolatba került a Várfok Galériával. Több kiállítást rendeztünk neki. Eddig a közönség inkább a kisebb projektrumunkban láthatott egyéni bemutatkozásokat Ádám részéről. Nagyon fontos pillanatnál vagyunk, ugyanis Hollós Ádám első nagy monumentális bemutatkozását tekinthetik meg a látogatók itt a galéria nagyterében. Diszkomfort a kiállításnak a címe. Ez egy nagyon fontos pillanat egy fiatal művész pálya képébe és életébe, és hát nagyon-nagyon örülünk ennek a kiállításnak. Nagyon izgalmasak Hollós Ádámnak az új munkái. Annak ellenére, hogy Hollós Ádám egy fiatal művész, aki még azért a pályája elején áll, már megvannak a képeinek a jellegzetes jegyei, karakterei, ami miatt a látogató már elsőre fel tudja ismerni, hogy egy Hollós Ádám kép előtt áll. Ez a technikából is adódik, hogy bükkfatáblára dolgozik akril technikával. A képeket egy nagyon markáns világ határozza meg, ugyanis bármit látunk, és itt főleg városi jelenetek jelennek meg, életképek, Ádám életében történt dolgok, emlékképek. Tehát akármi is jelenjen meg előttünk, minden forma a képen lezár, határok közé záródik. Nem kontúrvonalat látunk, nem körvonallal záródnak el, hanem egyszerűen az egyes felületeket teljesen más technikával dolgozza ki a művész. Vannak olyan részletei a képnek, ahol visszakaparások vannak, van, ahol erőteljes gesztusokat visz fel, fröcsköl, anyaglenyomatokat látunk, és még sorolhatnám a különféle technikákat. Ezáltal egy nagyon izgalmas kettősség jelenik meg a képein. Egyrészt van ez a szigorú határok közé záródott, úgymond sűrített kompozíció, amin belül, hogyha közelebb lépünk a képekhez, akkor úgymond a kompozíció felrobban, a színek kavalkádja vesz körül minket, és az expresszív gesztusok, és ezáltal azt is mondhatom, hogy ugye a képeknek két nézete van, egyrészt távolról, felfogjuk és észleljük azt, hogy mi is jelenik meg pontosan előttünk, hiszen olyan technikai bravúrral hozza létre Ádám a képeket, ahol úgymond háromdimenziósá válik a tér, és szinte már besétálhatnánk a kompozíciókba. De hogyha közelebb lépünk egész közel a képhez, akkor pedig el lehet veszni az egyes munkafolyamatokba. Érdemes elidőzni a képek előtt, és felfejteni azt, hogy hogyan is hozta létre a művész a képnek minden egyes apró részletét, felületét, hiszen, ahogy említettem, nagyon izgalmas technikai hatások és felületkezelések azok, amik megjelennek a munkákon. Thank you.
eléggé óckodom a szerialitástól, a sorozatiságtól, tehát azok a képek, amiket most láttok a falon, meg amit alapvetően lehet tőlem látni, nagyon fontos, hogy mindegyik egy-egy egyedi meló legyen, és ne kelljen támaszkodnia a mellette lévő, vagy a vele egy térben kiállított többi festményre ahhoz, hogy értelmezhető és értékelhető legyen. Tehát mindegyik egy külön kis pillanatkép, mindegyik egy ha úgy tetszik, egy tárcanovella, vagy egy rövid film, egy álló képbe bele zsugorítva, bele tömörítve. Igen, tehát ez a Légió című képem, annak is a második verziója, az jelzi a V2-es mellett. Egy korábban már egyszer megpróbáltam feldolgozni ezt a témát, inkább kevesebb, mint több sikerrel, de annyira folytogatott az a múlni nem akaró inger, hogy ezt egy nagyobb méretben, nagyobb léptékben is megcsináljam, hogy muszáj volt egy második verziót festenem. Bükktáblára szoktam, szeretek festeni, ez egy rendkívül strapabíró, rendkívül erős anyag. Vizes bázisú festékekkel, akrilokkal dolgozom elsősorban, vizes zománcokkal. Ezek egymásra rétegződő festékfoltok. Mindig száradásban és takarásban gondolkodom, mintsem, hogy egymás mellett létező festék foltokban, így egy rövid száradás az elengedhetetlen ahhoz, hogy ne másfél évig dolgozzak egy képen. A képeimre nagyon jellemző ez a rideg-hideg határ, vonal, húzás. Mindig vannak zónák, mindig vannak ilyen, nevezzük ezeket talán poligonoknak, sokszögeknek, amik alkotják a képet, és a sokszögeken belül lehet bármennyire expresszív, táplálkozhat bármennyire, akár a 40-es, 50-es évek amerikai festészetéből, vagy bármilyen változó anyagkezelésből, mindig az adott zónán belül megállnak a festékkezelési változatok, és soha nem fognak találkozni a mellettük lévő festékrétegekkel, ezáltal egy bezártság, ezáltal egy feszültség érzetet próbálok kelteni minden egyes kompozícióban. Ez pont egy gyerekkori élményem, ami egy szép emlék egyébként, és ezért is tettük ide az elején, mert rengeteg olyan kép van most a falakon, amik lehet, hogy egy picit nyomasztóak, lehet, hogy egy kicsit diszkomfortosak. Ez pont egy pozitív dolog. Inkább csak a titokzatossága, inkább csak a bennfentessége az, ami kérdéseket vagy diszkomfort érzetet áraszthat. Nagyon zanzásítva, nagyon lerövidítve, gyerekkori jó barátok, akikkel máig jóban vagyunk. Sokszor nyaraltunk közösen Magyarország különböző vidékein, és egyszer valamikor kamaszkorunkban a táborban, ahol együtt nyaraltunk, és ahonnan fantasztikus jó élményeket őrzünk máig, borzasztóan beszopattak minket azzal, hogy elhitették, hogy egy büntetés fog érkezni valamilyen csintevésünkért, és fölállítottak minket a ház elé, és aztán kiderült, hogy igazából csak fürödni megyünk. És máig, amikor megiszunk egy sört a srácokkal, akkor, és ez volt a légió, ez volt, hogy ha nem vigyáztok, jön a légió. És máig, hogyha találkozunk, akkor biztos, hogy lesz két röhögés a légióról. És igazából ennek egyfajta omásként, vagy ilyen shoutoutként festettem ezt a képet igazából a barátaim, akik követnek az egész életemben. Kromofóbia volt az előző nagyobb kiállításom itt a Várfokban. Egy ilyen deszaturált világban kerestem az érdekességet. Nagyon érdekelt mindig is, amikor sok ugyanolyan tárgy van jelen egy képen belül, és ez tök sok helyen lehet majd ezzel találkozni, amikor a tömegtermelés teret enged az egyediségnek, amikor a nagy tömegek mozgásának kialakított funkcionális terekben vagyunk
kényszerűek gondolkodni, mint sem, hogy mondjuk személyesebb vagy akár szakrálisabb terekben. Ennek az inspirációja, ha az emlékezetem nem csal, a budaörsi Tesco-nak volt az étkezője, ami alapján csináltam a festményt. Néhány évvel ezelőtt, már pontosan, hogy miért kerültem olyan helyzetbe, hogy ki kellett szaladnom hajnali 3-kor a Tesco-ban, már nem tudom, de ez megtörtént, ki kellett szaladnom, és ahogy csekkoltam ki az áruházból, az a kép fogadott, vagy az a látvány fogadott, hogy azok a szerencsétlen hajléktalanok, akik napközben a Tesco parkolójában kérdezik meg mindenkitől, hogy visszavihetik-e a kosarat, a 100-as értelme benne van, hajnali 3-kor az egyetlen éjjel is nyitva tartó kínaiban vacsorázták le a napi bevételüket. Méghozzá úgy, hogy a lehető legtávolabb üljenek egymástól egy olyan térben, ami 300 ember egy spontán étkezését simán ki tudja elégíteni. És hát teljesen mellbevágott ez a kép. Vannak néha ilyen flash-eim, hogy így ezt meg kell festeni, olyan nincs, hogy ebből ne legyen festmény. És nagyon sok szál így összefonódott ebben a lencsében. És most ide a lencséhez tennék egy pillanatra egy csillagot, majd a lábjegyzetben elmondom, hogy miért használtam ezt a szót. És eszembe jutott egy egészen pici, talán óvodás kisfiú koromból egy emlék, hogy lehettem 5 éves, vagy valami ilyesmi, és nem akartam lefeküdni, aludni. És hisztiztem az apámnak, hogy miért kell nekem lefeküdni, aludni, amikor mehetnénk a játszótérre is. Apám nyilván baromi fáradt volt, meg elege volt abból, hogy hisztizem, és azt a választ lökte ki, hogy azért, mert sötét van, lement a nap, és ilyenkor rossz emberek vannak az utcán. És felrobbant az 5 éves kis agyam, és elképzeltem, hogy pontosan ugyanolyan forgalmi dugó és hömpölygő tömegek vannak éjszaka az utcán, mint nappal, csak mindenki ilyen betörő állarc van, mint a Scooby-Doo rajzfilmben, és mindenki egy nagy zsákvászonnal a hátán mászkál, amiből kilóg a csillár, meg a gyertyatartó, amit loptak. És ott vagyok 20 nem tudom hány évesen, és nyilván nem rossz emberek vannak az utcán, hanem azok a társadalom mesdjéjére szorított szerencsétlenek, akiket nem akarunk látni, akiknek nem akarunk a létezéséről tudomást venni, akiket a hatalom, függetlenül az aktuális politikai helyzettől, folyamatosan dekriminalizál, hogy ne lehessen jelen. Tök mindegy, mi van vele, csak ne ott legyen, ne lássam, söpröm inkább a szőnyeg alá. És az a tér, ami nappal a neonfény, a tömeg, az étkezés, hát már kevésbé rituális, de akkor is jelenléte, a pénzmozgás, az élet, a fenntartás, stb. Az éjszaka az inverzére vált, innen a cím, és előbújnak a fríkek, akiket nem akarunk látni. Ígértem egy kis csillagot a lábjegyzetet a lencséről, azért csináltam így a kompozíciót. Nekem apám operatőr volt még a régi analóg világban, biztos láttátok már százszor, hogy fordulnak a régi Canonoknak, meg Nikonoknak az objektívei. Ez pontosan ugyanúgy van itt megfogalmazva ezekkel az irányultságokkal, hogy a kép széleihez képest egy adott szögben elfordulva egy ilyen örvény, egy ilyen maelstrom vizualitást eredményezzen. Igen, azt nem tudom, tudjátok-e, van ez a Rorschach-teszt, ez egy viszonylag bevett pszichológiai kísérlet, főleg a néhány vagy évtizeddel ezelőttig például ez volt az egyetlen mód arra, hogy megállapítsák, hogy az adott beteg bolondnak minősül-e, vagy nem. Az orvos fog egy papírt, tintacseppeket pöttyint az egyik oldalára, félbehajtja, és így egy tükörképes, szimmetrikus képet kap. És akkor mit lát a képen, hogyha nem tudom, kis cicát meg pillangót, akkor minden rendben van, hogyha véres agyat meg gyilkosságot, akkor meg hűha. És engem mindig is borzasztóan érdekelt ez a fajta szimetria, több képen is játszom ezzel. Nagyon jó teret vagy lehetőséget nyújtanak nekem a háttér felületei vagy részei, főleg, hogyha valamilyen organikus
dolog van, mint itt mondjuk a Lombok. Tehát itt könnyű viszonylag ezt megjátszani. És ezért adtam neki a Rorschach címet. Szerintem viszonylag egyértelmű egyébként a... hogyha az egész képen egy pszichológiai teszt húzódik keresztül. Nyilván, hogyha vizet lát az ember egy festményen, akkor az egy jó esélye van rá, hogy az a, hogy a tudatalattit fogja szimbolizálni, főleg így a romantika óta. Tehát az egész egy ilyen brainscape, egy ilyen agy körkép, egy psziché lenyomat. Talán az enyém? Nem tudom. Ami nagyon érdekelt, és régóta meg akartam csinálni, hogy ugye vannak a keresztény szárnyas oltárak, amik biztos tudjátok, hogy úgy vannak megcsinálva, hogy amikor zárva van a maga a doboz, akkor a külső oldalakon egy talán kevésbé jelentős művész, talán kevésbé drága munkája van, és bizonyos ünnepi alkalmakkor, húsvét, karácsony, unzavajter, nyílik ki ez a doboz, és a belső sokkal értékesebb, vagy fennköltebb bibliai jeleneteket ábrázoló képeket megnézheti a gyülekezet. De ez csak speciális alkalmakkor, ünnepekkor. És ugyane miatt csináltam meg így ezt a trittihont, hogy most van kinyitva a szárnyas oltár, most van a feltárulkozásnak, most van a ritka, de talán nem egyszeri megmutatkozásnak az ideje. Hát nyilván miről szól, hát tök egyszerű, hogy miről szól, hát gyakran az ember elvész az ő életére nagy hatást gyakorló nők forgatagában, legyen ez család, autoritás, rokonsági szálak, ahogy mondom, legyen ez szakma, legyen ez ezek párkapcsolatok, szerelmek, vágyak, szexualitás. És néha bármennyire is nőjön szélesre az ember válla, és bármennyire is nőjön magasra, meg bármennyire is, nem tudom, legyen mély a hangja, néha egy elveszettnek érzi magát a nők között az életében. Egyébként meg nagyon érdekelt, hogy olyan figurákat és pózokat, tehát soha nem látsz erotikus nyomtatásban, vagy erotikus médiában, vagy a divat világában, vagy sehol olyan nőt, aki túrja az orrát, vagy akinek belement valami a szemébe, vagy aki éppen azt nézi, hogy ki van elsebesedve, nem tudom. Tehát, hogy kerestem direkt ezeket a pózokat, hogy olyan nő ábrázolásokat tudjak prezentálni a megszokottabb, természetesebbek mellett párhuzamosan, amik egy fél fokkal talán diszkomfortosabbak.